Üdvözlök mindenkit, Lakatos Péter vagyok, ez a Kortaló Podcast, és a vendégem Szász Máté. Szia Máté! Ja. És akkor ugye, hát ezt másodszor vesztük fel az elejét, tehát ezt most már nem bírjuk ki röhögés nélkül, de hogy amiről szó van, ugye hát te neurobiológus vagy, és a Szilladnál dolgozol, mint sportdiagnosztikai igazgató. Ezt is kimondtam. Szóval, hogy a mai téma az lenne, ezt már régóta kóstolgatjuk ezt a témát, mi már erről beszélgettünk, meg telefonon. Ez általában nálunk úgy néz ki, hogy Máté, van egy 5 perced, és 3 órával később, hát így befejezzük a beszélgetést. Szóval, hogy vannak ezek a kutatások, amiket gyakran olvasunk ilyen olyan újságokban, amelyeket nyilván rögve ugye a brit tudósoknak szoktuk általában tulajdonítani, és akkor ott mondanak valamit, ami nem feltétlenül az, ami a kutatásban volt, plusz még az újságíró hozzákölti a saját dolgait. Szóval laikusoknak egy picit segítsünk, hogy egyáltalán hogy néz ki egy kutatás, és akkor majd megyünk innen tovább, hogy hol vannak a nagy anomáliák, a nagy félrekutatások esetleg. Jó, hogy mire szolgál egy kutatás egyáltalán? Köszönöm, amikor ezzel a témával megkerestél, rögtön megörültem neki, mert hát ez gyakorlatilag ez a problematika része a mindennapjainknak, ne a tiédnek is, és az enyémnek is, hiszen a kettő munkájában közös az, hogy próbálunk valami új dolgot alkotni. Ebben az esetek java részében nem a saját kutatásainkra támaszkodunk, hanem a meglévő kutatásokat próbáljuk értelmezni és kontextusba állítani, hiszen úgy gondolom, hogy éppen elegendő információ van a PubMed-en ahhoz, hogy valaki azzal is foglalkozik, hogy ezeket szisztematikusan rendszerez, és ebből levonjon egy konzekvencia. Talán azzal kellene kezdenünk, hogy hogyan működik a tudományos gondolkodás, tehát mi az alapja a tudományos gondolkodásnak, és az pedig szemben a vallással és az ezotériával az, hogy a tudomány mindaddig tagad egy összefüggést, amíg az összefüggésben nincs bizonyítva. És ezt hívjuk, akkor a tagadásból indul ki. Igen. Tehát a tudomány azt mondja, hogy nincs nyúl az erdőben egészen addig, amíg be nem bizonyítottam, hogy az erdőben van nyúl. És a null hipotézis az, hogy nincs nyúl. Tehát gyakorlatilag azt mondja a tudomány, hogy egy intervenció, vagy egy hatás, és egy eredmény között nem ismerem el az összefüggést, amíg egyértelműen be nem bizonyítottam, hogy a kettő között összefüggés van. És ennek nagyon-nagyon is van alapja. Ugye amikor kutatásokat vizsgálunk, vagy kutatásokat végzünk, akkor tulajdonképpen mit csinálunk? Mondjuk nekem a kedvenc példám, amikor én magam is a diákét próbáltam megérteni, és volt egy nagyon jó tanárom, aki a kockadobással mesélte, magyarázta ezt a példát, hogy gondold el azt, hogy mondjuk elvégzel 1 millió kockadobást, tehát 1 millió dobsz a dobókockával, mert szeretnéd tudni, hogy mennyi lesz a dobások átlag. 1 milliószor nem tudsz dobni a kockával, ezért kevesebbszer dobsz a kockával, mondjuk dobsz 10-szer és megnézed az átlagát, vagy dobsz 20-szor és megnézed az átlagát, vagy 30-szor és megnézed az átlagát, és abban bízol, hogy ezeknek a kisebb sorozatoknak az átlaga, az valahogy majd reprezentálni fogja az összes létező dobókocka dobás átlagát. És igazából a tudományos kutatások ezt csinálják. Tehát amikor azt vizsgáljuk, hogy mondjuk itt amilyen egy magas cukortartalmú diéta, vagy egy alacsony cukortartalmú diéta mit csinál a szervezettel, akkor nem tudjuk a világ összes emberénél ezt megvizsgálni egytől egyig, ezért kiragadunk egy csoportot, beállítjuk őket bizonyos körülmények közé, megnézzük az ő átlagukat, és abban bízunk, hogy az ő átlaguk az eredmény majd reprezentálni fogja az összeset, tehát az ő eredményük majd valahol rám is érvényes lesz. Hát azért érezzük, hogy itt vannak nehézségek ebben, és ezek sajnos alapvetően matematikai és logikai természetű nehézségek, és ezt már a dobókocka dobásnál is bebizonyították, amikor én fiatal srác voltam, a tanár, aki engem tanított, pont egyébként dobókocka dobásból, illetve azt hiszem lehet, hogy pénzfeldobásból írt egy nagyon komoly munkát, rengetegszer dobált föl pénzt, és nézte az eloszlásokat, és azt mondta, hogy az a érdekes, hogyha mondjuk dobsz 10-szer a dobókockán, vagy 20-szor, és ezt többször megismétled egymás után, az átlagok messze nem lesznek ugyanazok, ráadásul lesznek egészen extrém kiugró értékek. Tehát lesz olyan, ha sokszor csinálod, hogy 10-szer egymás után 6-os dobsz, ami nyilván nem fogja reprezentálni az összes dobókockadobás átlagát. És akkor kell erre valami matematikai, statisztikai módszer, mert meg tudod állapítani, hogy mennyire megbízható volt ez az eredmény, érvényes lehet a többire, egyáltalán valahol ott helyezkedik-e az eredményem,
ahol egyébként a valós ténylegesen a nagy mintának az eredménye helyezkedik. Na és akkor itt nagyon komoly gondok vannak a statisztikával. Ugye itt ebben a, hogy mondjam, modellben leegyszerűsítettük a dolgot a dobókocka dobásra. Tehát az élet azért nem ennyire, hogy úgy mondjam, bináris. Ez nem bináris, nem ennyire. Egy kicsit komplexebb. Hanem ennél lényegesen komplexebb, hogy a dobókocka dobásban a körülményeket, a perem feltételeket nagyon leegyszerűsítettük. Az élő világ meg messze nem így néz ki. Nagyon sokszor önmagában azt is nagyon nehéz vizsgálni, hogy mire vagyok kíváncsi. Tehát amire kíváncsi vagyok, az mondjuk a várható élethosszom, vagy a betegségek kockázata, vagy a sportban elér sikere, na az a legtöbb esetben közvetlenül nem mérhető. Ezért keresek valami olyan paramétert, amiről azt gondolom, hogy reprezentálja, vagy leképezi valamilyen szinten az én későbbi vágyaimat. Tehát mondjuk a vágyam az az, hogy egészségesebben éljek, akkor azt gondolom, hogy mondjuk a daganatok kockázata, meg a gyulladásoknak a súlyossága, meg az aterosklerózis kor, mondjuk az, annak ehhez van köze, és akkor ezt fogom vizsgálni, ennek az alakulását egy rövid távú vizsgálatban, bízva abban, hogyha ezek mind egy irányba mutatnak, az rám is érvényes lesz, és hosszabb távon sem változhat rajta semmi. Akkor itt rögtön mondtál két dolgot, ami szerintem izgalmas lehet a nézőnek, mert ugye elhangzott egy olyat, hogy minta. Igen. És ugye, hogy itt a minta gyakorlatilag ugye a dobókockán az, hogy tized dobtál, tehát kicsi a minta. Ezt mondhatjuk, ugye? Tehát ahhoz, hogy valós következtetést vonjunk le, kicsi a minta. Aztán mondtál egy olyat, hogy hossz. Igen. Ugye? Tehát, hogy milyen hosszú az intervenció. Tehát nagyon sokszor azt látjuk esetleg, mondjuk egy kutatásnál, ami megjelenik, és valami fajta következtetést vonnak le a kutatók, vagy az újságírók ebből, hogy hát igazándiból nem volt nagy a minta, tehát 3 ember volt benne, vagy 6 főiskolás, mert ilyeneket szoktunk látni, akik 12 héten keresztül bicepszeztek. Ugye? Ugye, hogy ne annyira elméleti legyen ez a fejtegetés, mert lassan az emberek arra kapcsolnak, nézzünk tényleges életből vett példákat az arra, hogy milyen tényleg gyakorlati problémákkal szembesül a tudomány. Ugye mi azért alapvetően életvitellel foglalkozunk, ugye? Te is, meg én is valahogy az életvitelünkön keresztül próbáljuk, az életviteli elemeket próbáljuk megfogni. Tehát a beavatkozási pont az életvitel. Az életvitelt nagyon nehéz vizsgálni, tudományosan, mert egyrészt multifaktoriális, másrészt önbevallás, és harmadrészt nem nagyon lehet randomizálni. Ugye ugye kell majd beszélnünk valószínűleg a PRT-kről, a szignifikanciára, a konfidenciálitára, valóban ez egy pár fog, amit érdemes tisztázni, de azt is érdemes tisztázni, hogy milyen módszerei vannak a tudománynak ahhoz, hogy lehetőleg kevésbé tévedjen. Ugye van az egyszerű megfigyeléses, obszervációs vizsgálat, amikor azt figyeljük, hogy azok az emberek, akik mondjuk elhízottabbak, azoknak a körében gyakori, de a nyelőcső daganat. És akkor ott nyilván nagyon nagy mintaszámot tudunk megfigyelni. Ugye a nagy mintaszám az mindig közelebb hoz minket az igazsághoz. Azt gondoljuk, tehát ott mindig nagyobb mintaszámot tudunk megfigyelni, ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy az okról és az okozatról valójában semmi fogalmunk nincsen, és ez gyakorlatilag egy picit magában rejti azt a hibát is, hogyha azt gondoljuk, hogy a mentőhívás az növeli a súlyos baleset kockázatát, hiszen azok, akik mentőt hívtak, többnyire gyakrabban halnak meg. Vagy a tűzoltók okozzák a tüzet, hiszen minden tűzesetnél van tűzoltó. Ugye ez a tipikus korreláció-kauzáció jellegű kapcsolat. Ettől függetlenül vannak bizonyos életviteli faktorok, amik egész egyszerűen máshogy nem vizsgálhatók. Uh-huh. Ugye ezt a fajta irányítottságot, vagy rossz irányítottságot próbálják meg a kontrollált vizsgálatok, a placebo kontrollált, a randomizált placebo kontrollált vizsgálatok. Akkor ez jó irány, amit most csinálunk szerintem, mert akkor átléptünk egy másik területre, ami rohadt fontos, ez pedig ugye a kutatási hierarchia. Igen. Yeah. Ja. Igen, akkor tehát, ez az... onnan jó szerintem, mert ugye nagyon sokszor, amit látunk egy újságban, az a legalsó, nem azt mondom a legalja, mert ez csúnya lenne ilyet mondani, de a legalsó ugye ez az úgynevezett szakértői vélemény, ugye? Így van. Hát ezt szokták újra sorolni. Igen, a szakértői véleményünként, igen, tehát a legalsó, tehát a hogy szokták ezt mondani, ez az expert opinionnek hívják, ugye? Jól emlékszem,
szakértői véleménynek van, meg az esettanulmánynak a legkisebb tudományos értékeltetés, mindig el kell őket olvasni, szerintem rendkívül tanulságos. De nem mindegy, hogy ki mondja, ugye? Tehát ez a másik része. Abból is nagyon sokat lehet tanulni, hogy ki mondja, ugyanis vannak olyan szakértők, akiknél a tendencia, hogy rosszul értelmezik a saját tanulmányait. Na, erről beszélni fogunk úgyis később, ez biztos. Beszélünk el. Viszont azért jó ezeket a véleményeket elolvasni, mert tanulunk belőle. Tehát tanulhatunk abból, hogy ők hol rontják el, és általában ez a vágyvezérelt gondolkodás az, ami oda vezet, hogy tévesen értelmezi adott esetben a saját eredményeit. Bár, és itt most, bocsánat, csapolunk, de muszáj egy pillanatra kitérnem. Meg kell védjem azokat, akik rosszul értelmezik a saját kutatási eredményeket. Nekünk a csoport, akivel mi magunk is végzünk életbeli kutatásokat, mostanik meg, nem már megjelent, bocsánat, az egyik cikkünk a ProSalon, ahol hát egy sportettani vizsgálatot, egy keringés életani vizsgálatot végeztünk, és a kapott eredményeket, mivel nem vagyunk statisztikusok, ezért meghívtuk a helyi egyetem biostatisztikai kollégáit, hogy csinálják meg tisztességesen a matekot. Meg is csinálták a matekot, és egy meglehetősen logikus eredmény szűrődött le belőle, ami illeszkedett abba a logikai puzzle-be, amiben mi gondolkoztuk, és nagyon örültünk, hogy ezt látjuk, és ilyenkor a kutató óhatatlanul, amikor azt látja, hogy fú, tök jó, az utolsó puzzle-t is be tudom rakni, olyankor akkor is befeszegeti azt a kis puzzle-t, ha nem annyira 100%-ig illik oda, mert úgy van vele, hogy lehet, hogy csak egy kicsit meg van vetemedve ez a puzzle, de ha már berakjuk, olyan szép lesz. Ez történt velünk is, amikor ezt a munkát odaadtuk ellenőrzésre egy másik egyetem biostatisztikainak a Műszaki Egyetemen, akkor mondták, hogy gyönyörű a matek, de hibás. Az a baj, hogy nem a megfelelő matematikai modellt használták a másik egyetemnek a matematikusai. Az a matematikai modell, amit ők használtak, az jól lett kidolgozva, de erre a partikuláris feladatra célszerűbb lett volna egy másik típusú matematikai megközelítést alkalmazni. Ők lefutatták azt a megközelítést, és egy másik eredmény jött ki. És az a baj, hogy az is teljesen logikus volt. Úgyhogy meg kellett változtatunk a konklúziónkat, és nem olyan régen publikáltak egy cikket arról, hogy 2020-ban a Nagy-Britániában a britek a meglévő korona COVID adatok alapján felkértek 7-8 vagy 9 kutatócsoportot, már nem emlékezem, hogy a COVID-nak, a vírusnak a reprodukciós rátáját becsüljék meg. Tök más eredményre jutottak, Ugyanebben az évben végeztek kutatók neurobiológiai vizsgálatokat, humán neurobiológiai vizsgálatokat, agyi MR, tehát fMRI vizsgálatokkal, készülékkel, és megkértek több egymástól független kutatócsoportot, hogy a képi eredményeket legyenek kedvesek, matematikailag értelmezik, ugye az fMRI, ugye az MR adatokat lehet matematikailag értelmezni, és az volt az érdekes, hogy más eredményre jutottak, és a megállapítások 20-25%-a tökéletesen ellentétes volt egymással. Tehát ez azt jelenti, hogy olykor a saját nyers adataidnak az értelmezése is ott van előtted az asztalon, és komoly problémákat okozott, és nem biztos, hogy tudod, hogy kinek van igaza. Zárva, bezárva. Ha visszavegyünk a kutatások szintjére, nyilván expert opinionon van a legalul, utána az observációs vizsgálatok, amikor úgy akarom megtudni, hogy van egy nyuszik az erdőben, hogy kiülök, azt megnézem. Nyilván azt gondolom, hogy nagyon sokszor néztem meg a nyuszikát az erdőben, ha ott van, akkor ott van, ha nincs ott, akkor nincs ott. És bizonyos esetekben ez működik. Ennek itt ugye a kazualitásnak komoly kérdései vannak, tehát hogy amit látok, az egy ok, vagy egy okozat, illetve még nagyobb problémát jelent a rejtett háttérmechanizmusok. Mondjuk például a táplálkozásban tipikus, amikor megfigyeljük, és ez egy állandó biasz, megfigyeljük mondjuk a magas fehérjebevitelnek a hatását különböző életvételi tényezőkre, és megállapítjuk, hogy hát azok az emberek, akik több által fehérjét tesznek, azoknál na, magasabb a daganatos kockázat, meg az ateroszklerózis, meg a szív- és érrendszeri kockázat. Ez így egy nyers megfigyelés, és mivel nagyon nagy létszámot végezték el, sajnos muszáj valamilyen szinten hinni neki. Vagy legalábbis arra, hogy nagyon komolyan felvesse a gyanút. Tehát mindig az a kérdés, hogy a tényleges ok, amit látok, az a fehérjebevitel, vagy a fehérjebevitellel asszociált egyéb olyan életviteli tényező, amit nem vizsgált a kutatás. Tehát például mondjuk nyilván, hogyha valakinek magas a
fejre bevitele, könnyen lehet, hogy magas a totálkadra bevitele, akiknek nagyon magas a totálkadra bevitele, azonnak a túlnyomó többség ülő életmódot folytat és elhízott, dezsír százalék, tehát egy rakás olyan háttér tényező lehet, ami korrelál egyébként egy táplálkozási motivummal, de azt nem vizsgálta a kutatás. Illetve itt szokták még ugye elmondani, bocsánat, hogy itt most a húsról beszéltünk akkor egészen pontosan, tehát a húsfogyasztásról, és az így szokták ugye még hozzátenni azt is, hogy általában ugye azok, akik nem követik mondjuk a kormányzati javaslatot az étkezéssel kapcsolatban, tehát hogy csökkentsd a húsevést, emeld a zöldségevést, azok általában is kockázatosabb életet élnek. Ja. Vagyis ez azt jelenti, hogy például ők mondjuk inkább a motorosok, hurrá hangzik, de inkább ez lesz, inkább dohányoznak, mert nem fogadnak el minden ilyen elképzelést, nem feltétlenül járnak edzőterembe, nem feltétlenül tájékozódnak onnan, mint a többiek, tehát nagyon sokszor mondjuk ott van az, hogy magasabb az alkoholfogyasztás, kevesebb testmozgást végeznek, és nem ritkán alacsonyabb az iskolai végzettségük. Ami önmagában egyébként mutatja azt, hogy valaki meddig fog élni. Abszolút egyetértek, illetve, hát, és hogyha szabad még megkavarnom ezt a képet, nemrég tartottam egy előadást, egészen meglepően a Híd gyülekezetének az egyik összejövetelén. Én nem vagyok tag, meghívott előadó voltam, ahol arról beszéltem, hogy egy pszichológiai tényezők, nevetés, társas kapcsolatok, social score-ok, ahogy mondják, tehát a social engagement score-ok, nem tudom, ezek mennyire ismertek a hallgatók számára, hogy mennyire vagyok beágyazva a társadalomban, mennyire vagyok része a társadalomnak, mennyire vagyok szociálisan izolálva, mennyit nevetek, mennyi növényi vesz körül. Ezeknek mind hatása van a várható életkilátásokra, és itt a hatásnagyság brutálisan nagy volt, és itt gyakorlatilag, hát szinte poénként említettem egy olyan kutatást, ahol egy PhD hallgató, kaliforniai PhD hallgató olyan szinten unatkozott, hogy nem volt jobb ötlete, és szerintem gagből csinált egy olyan kutatást, hogy végigjárt a Kalifornia utcáit, megszámolta, hogy az adott utca szakaszon mi a növényeknek a diverzitás, mivel hány fajta növény van az utcában, majd lokációkodok alapján állami adatbázisból megnézte, hogy az ott élő embereknek mi a morbiditás, tehát mennyire beteg. És meredeken szignifikáns összefüggést talált az utcán található növények biodiverzitása és a csökkent betegség kockázat között, és ebből levonta a teljesen észszerű következtetés, hogy bizony, ha több növény vesz körül, és gazdagabb a növényvilág, ami körül lesz, annak nyilván van egy pszichés hatása, és ez csökkenti a különböző betegségeknek a kockázatát, de ilyen metabolikus és kardiobetegségeknél hát ilyen 10% fölötti hatásnagyságokat talált, ami nagyon-nagyon erőszám. Tehát, hogy azért is nagyon nehezek ezek az observációs vizsgálatok, mert még egy olyan tényező is, hogy mennyit nevetek, mennyire aggódok a jövőért, mennyire vagyok stresszes, mennyit alszom, még ezeknek is a hatása mondjuk egy keringési betegségekre rendkívül robosztus. És ezeket külön-külön vizsgálni lehetséges, de együttesen vizsgálni jelenleg még nem. Hát ezért is izgalmas, bocsánat Máté, ugye a kék zóna kutatás, ugye, ami most már ilyen klasszik történet, ahol azt látjuk, ugye ez a 100 plusz éveseket kutatták, hogy földrajzilag hol vannak a legtöbben. Ezt nem neked mondom, mert te ismered, hanem a nézők kedvéért, ahol aztán kijött, hogy hát azért, mert ott ugye főleg növényi étrenden vannak ezek az emberek, ez jött ki ebből a kutatásból, vagy ezt hozta ki a kutató, akkor inkább mondjuk így. Azt kiderült, hogy hát ezeken a helyeken azért bizony, ugye itt Okinaváról beszélünk, Szardíniáról, Görögországról és Loma Linda, ugye Kalifornia, és még egy talán valami Nikója, vagy valami hasonló volt, de a lényeg az, hogy aztán kiderült, hogy igazából annyira elképesztően másféleképpen esznek ezek az emberek, hogy ebből nehéz levonni bármilyen következtetést, viszont mindegyik közösségben él, eljárnak táncolni, az idősekre számít a közösség, és hogy nem ennek köze van az élethozhoz. Ugye? Maximum, egy dolog volt, hogy találtak mindig egy inzulin receptor mutációt, ami közös volt, tehát hogy azt tegyük, és még az ám is közösségek is benne voltak,
többségüknél volt egy... Adventista. Tehát, hogy mindegyiknél volt egy nagyon hasonló inzulin receptor eltérés. Biztos, hogy az ilyen szignál, tehát az inzulin szignalizációnak szerepe van, de abban igazad van, hogy semmifajta közös dietary pattern nem találtak. Ó, bocsánat, egy valami találtak, ez most jelent meg egy kutatás 2 éve, még pedig az, hogy ezeken a helyeken jellemzően nagyon rossz volt a születési anyakönyvezés. Tehát nem tudjuk, hogy hány évesek. Hát csak csúnyák, ráncosak, igen. Jó, hát persze, oké, na már meg a születési anyakönyvek van, akkor persze, de egyértelmű, igen. De igen, ezzel egyetértek maximálisan. Szóval visszatérve a témánkhoz, tehát ugye vannak ezek az observációs vizsgálatok, és utána, amikor szeretném azt látni, hogy beavatkozásnak tényleg van-e hatása a várt kimenetre, akkor mondjuk meg tudom azt csinálni, hogy két csoportot veszek, és az egyik megkapja a beavatkozást, a másik nem kapja meg a beavatkozást, tehát kontrollcsoportos vizsgálatot csinálok. És itt komoly etikai problémák is felmerülnek, tehát nem lehet mindent csinálni, ugye? Pontosan, ugye, tehát ezt gyerekeken nem lehet vizsgálni, illetve olyan beavatkozást nem kontrollálhatok, ahol azt feltételezem, hogy káros a résztvevő számára, vagy elintelen a résztvevő számára, tehát például annak idején ilyen fogászati vizsgálatokat csináltak még régebben, hogy a fogmosás elmaradása az milyen hatásokkal jár, és nyilvánvaló, hogy most már ilyet nem lehet kontrollált vizsgálat formájában megcsinálni, mert nem mondhatom, nem kérhetem arra a kutatásban részt, hogy légy szíves, és egy hónapig nem most fogad, nézzük meg, hogy rohadnak szét a fogaid, az a versus azokkal szemben, akik fogad mostak. Tehát ez nyilvánvaló. Tehát, hogy itt, ja, és még valami, tehát, hogy ugye ezek a kontrollált vizsgálatok, a kontrollált vizsgálatok ezek önmagában sem elegendő bizonyítékként szolgálnak, mert ezeket ugye placebo kontrollálni kell, ráadásul randomizálni. És vakká kell tenni, és dupla vakkát kell tenni, hiszen ugye akkor lehetek biztos abban, hogy se az alany, se a kutatás vezetője nem tudta, hogy az illető melyik beavatkozásban részesült. Gyógyszerkutatásoknál ez baromi jól működik. Annak idején, amikor SciTech-nél dolgoztam, mi is vettünk részt például bétalaninnak ilyen típusú vizsgálatában, ahol legyártottuk a bétalanin kapszulákat és a placebo kapszulákat, és én voltam az egyetlen ember, aki tudtam, hogy melyik kódjelű kapszula melyik. Tehát tőlük úgy kaptam meg az egyetem a kapszulákat, hogy jelölve voltak a kapszulák, de ők sem tudták, hogy most ebben maltodexin van, vagy bétalanin. Tehát ilyen rövid távú vizsgálatokban, ahol nincs kemény végpont, mint egy sport, tehát nem azt nézem, hogy most károsodik az egészsége vagy sem, ezeket meg lehet csinálni amatőröknél. Profi sportoló az életben nem fog részt venni egy placebo, kettős vagy placebo kontrollált vizsgálatban, ezt zárjuk be, tehát ne várjuk azt sosem egy profi sportolót, hogy fölteszi a karrierjét, vagy egy-két évet arra, hogy egyébként egy rossz placebót szed, vagy bejelentkezik egy biopsziára, hogy tényleg egy vasztúrtalálisból kérnék szépen egy biopsziát. Csapjátok szét, nyugodtan, persze, minden nap szúrjátok be egy gyógyírákot egy ilyen spékelő villával. Igen, ugye a másik az, hogy hát ugye bizonyos életviteli faktorok, és minket ugye ez érdekel, bizonyos életviteli faktorok egészen nem, egyszerűen nem tehetők placebo kontrolláltá, és nem tehetők vakká. Például én aránylag sokat foglalkoztam a hidratáció tudományával, és ott az, hogy iszol vagy nem iszol, az aránylag nehezen tehető placebo kontrolláltá, mert tudod, hogy iszol. A japánok megoldották, mert csináltak olyan vizsgálatot, hogy kerékpárosok nazogasztikus szondán kaptak, vagy nem kaptak folyadékot, vagy intravénásan kaptak, vagy nem kaptak folyadékot. De az a kerékpáros, aki fölül egy biciklivel, lenyom egy versenyt úgy, hogy egyébként le van vezetve az órán keresztül a gyomrába egy műanyag cső, és azon kap folyadékot, hát nagyon kellett akarnia ezt a vizsgálatot, ezt szerintem nagyon komolyan bónusz. Valami nagyon számított ennek a kutatásnak, ezért ez nem stand-e. Ráadásul ugye placebo, tehát vak vizsgálta placebo kontrollálni rövid távú beavatkozásokat lehet. Tehát, hogy például, amikor... Bocsánat, hogy megint ez valószínűleg nagyon rövid lesz, és valószínűleg elég kis mintás, mert hát azért nem lehet több ezer embert erre rá. Pontosan. Nem lehet több ezer embert erre rávenni, tehát, és főleg nem lehet komplex életviteli
tényezőket placebo kontrollálattá tenni. Tehát amikor arról van szó, hogy növényi vagy állati termékeket eszel, azt te tudod. Ha ezt felismerhetetlenségig torzítják, tehát mondjuk csinálnak bele egy ilyen fogkrémet, és azt eszed meg tubussal, az elveszti a természetes jellegét, tehát a gyakorlatilag nagyon erősen limitált, illetve mennyibe fogja csinálni ez az alany. Nyilván a nagyobb létszám és a hosszabb terjedelmi vizsgálatok értékesebbek, itt viszont óriási problémát jelent a compliance. Mennyire működött veled együtt az illető? Mi most, nem tudom mennyire titkos, mi is tervezünk egy vizsgálatot fogyás kapcsán. Van egy olyan hipotézisünk, hogy az obez elhízott embereknek az induló leptin szintje, az befolyásolja a leendő diétának a sikerét. Itt nyilván jó lenne egy aránylag hosszabb, és itt a fél év az már hosszú diétának bizonyul, vagy minősül, de jó, hogy hosszabb vizsgálatot csinálni. Na de hol találok én a nagy számban olyan obez embert, aki bízisten tartja azt az étrendet, ami számára dietetikus előír, és nem lesznek megbotlások, amiket nem val be, és nem mennek totálisan félre az eredmények. És ugye itt jön az a része, akkor a harmadik része, mert akkor beszéltünk a mintanagysága, beszéltünk a kutatás hossza, és az alanyok, mert igen, hogy az embert nehéz lesz kontrollálni, de hát mondjuk akkor milyen jó lenne ezt megcsinálni patkányokon. Igen. De hát az meg nem ember, ugye? Hát igen, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy az állatvizsgálatokat azért csináljuk, mert ugye a vizsgálatoknak a szintje van az in vitro vizsgálat, ami sejten, szövettenyészeten történik. Ez nagyon fontos molekuláris mechanizmusok feltérképezésére, illetve igazából ez egy előzetes vizsgálat ahhoz, hogy tudjuk, hogy majd in vivo vizsgálatban mit kell nézni. Tehát egyébként nagyon jó alapozó vizsgálatok, de nyilván kémcsőben végzett vizsgálat eredményét nem lehet extrapolálni élőrendszerre. Ha vannak az élőrendszeren végzett vizsgálatok, ugye állatokon vagy embereken. Az állatokon végzett vizsgálatoknál abban bízunk, hogy tehát ez a nagyon sok anyagcsere folyamat rendkívül hasonló a legtöbb élőlényben, de azért azt is tegyük hozzá, hogy ez mondjuk jól működhet egy gyógyszerkutatásban. Tehát mondjuk, ha arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk egy ólommérgezésnél milyen fehérjé szintjei emelkednek meg a más sejtekben, akkor ezt egy rákcsálón is megnézhetem, valószínűleg hasonló fogok jutni. De intervenciós vizsgálatokban, életvitel intervenciós vizsgálatokban ez lehetetlen, az állatoknak nem olyan az életvitele, mint nekünk. Ugye most számtalanszor olvassuk azokat a vizsgálatokat, ahol egereken, rákcsálókon, drozofilán, tehát mi az muslicán, meg cénorabitus elegánszot, tehát fonalférigen vizsgálják a proteinbevitel hatását versus daganatképződés versus várható élettartam. Vannak univerzálisnak tűnő szabályok, de azért ne felejtsük el, hogy egy rákcsálónak az alapvető étrendje tök más, mint egy embernek az étrendje. Ugye több olyan meta-analízis született az elmúlt időben, ami például azt vizsgálja, hogy a magasabb fehérje bevitel jelesül a magasabb leucin, tehát BCAA és leucin bevitel, az összefügg a szívési rendszer kockázat növekedésével, inzulin rezisztencia növekedésével, bizonyos daganatoknak a növekedésével, és erre kitűnő példát szolgáltattak azok a muslicákon, egereken és bizonyos embercsoportokon végzett kísérletek is. Itt egy dolog van, amit a mi szempontunkból nem sikerült tisztázni. Hogy ugye az a közönség, aki minket hallgat, mi nem azért viszünk be sok fehérjét, mert szeretjük az ízét, hanem azért, mert sportolunk, és szeretnénk izomtömeget építeni, vagy megtartani a sportteljesítményt optimalizálni. Ezek a vizsgálatokból teljesen kimaradnak. A sportoló muslicák, mert sportoló egerek nincsenek. És itt van egy hatás, amit viszont egyáltalán nem vesznek figyelembe ezekben a vizsgálatokban, a szervezetnek a metabolikus igény. Tehát én nagyon örülök, amikor tisztázódik az, hogy egy nyugalmi életmódot folytató egér egy kalitkában, ha túl sok húst eszik, akkor beteg lesz, amúgy az egér normálisan nem eszik túl sok húst, tehát ritkán jut hozzá, felvágott. És a muslicának is azért, hát hogy... Igen, tehát igen, de hogy az egerek ritkán jutnak hozzá feldolgozott húshoz, hogy ők az árban jobban a kamerát. Illetve az ő életükben nyilván ennek nem sok szerepe van, mert más tényezők korlátozzák az élet, várható életartamot, mondjuk a macska jobban korlátozza, mint a daganat. Viszont olyan egér nincsen, aki azért enne sok húst, mert mellette magasabb a fizikai aktivitás, és ennek az igényét akarja fedezni. Hát, hogy mondjuk Beachbody.
Igen, mondjuk Beachbody. Egész egyszerűen, és most, ha el is vonatkoztatunk a Beachbody-tól, egész egyszerűen, ugye azt tudjuk, hogy a fizikai aktivitás, az edzés, az a legtöbb életviteli paramétert javítja, tehát hogy overall az egy jó koncepció, hogy edzeni kell. És egyébként meg jó lenne többet edzeni. Viszont az izomnak a metabolikus igénye alapvetően megváltozik edzés hatására. És ez egy nagyon fontos koncepciós probléma ezekben a vizsgálatokban, amikor kimondjuk azt, hogy a megemelkedett fehérje bevitel is, itt már 1 g fel testemen kilogram fölötti fehérje bevitel esetén is, azt látták, hogy nő bizonyos daganatos kockázat, igen, a standard populációban. És akkor eljutunk ahhoz a koncepcióhoz, hogy valahol kéne kezdenünk azt, nem azt vizsgálni, hogy mi az a fehérje mennyiség, ami növeli a kockázatot, vagy mi az a zsírmennyiség, vagy kalóriamennyiség, ami növeli vagy csökkenti a kockázatot, hanem hogy individuálisan neked mi az igényed, és ha ehhez képest keveset, vagy többet viszel be, az mit okoz. És szerintem ez egy nagyon fontos koncepció, az élsportban, hogy látjuk azt, hogy 4000 kalóriával mellett is tud, bevitel mellett is tud éhezni egy sportoló, ha 5000, sőt, akkor ha 3000 a kaloria felhasználás edzés során, és kimondottan gyakori jelenség az nálunk az élsportban, hogy 4000-4500 kalóriás napi bevitelek mellett éhezés és fáradás tüneteket látunk sportolóknál. És nála nem mondja senki, hogy csökkenteni kell a kalóriabevitelt, hogy egészségesebb legyen, mert pont abban fog tönkre menni. Tehát, hogy ezt a fajta koncepciót még így ebben a formában nem sikerül sokszor a tudománynak megragadni, és innen származnak nagyon sajnos talán sok, azt gondolom, hogy hibás következik. Akkor viszont, akkor mondjuk ki, mert akkor ugye van egy ilyen elképzelés most, és ugye mondtad, hogy, hogy különféle úgynevezett epidemiológiai kutatásokból kiderül, hogy esetleg a magasabb fehérjefogyasztás, húsfogyasztás, az emeli a daganatos kockázatot, de ugye közben ezt megbeszéltük, hogy és még mit teszik mellé a polgár, tehát valószínűleg lecsutott mellé a kóla, a fagyi, meg a hamburger, mi az... pogácsa is, vagy nem csak a pogácsa, hanem a zsemle, és akkor ezeket nem vizsgálta a kutatás sajnos. Szóval, és akkor itt van egy elképzelés, ugye, mert ez innen már ez a kicsit mechanikussá válik az adatgyűjtés, mert a kutatók egy része visszalépett megint csak ugye in vitróba, és akkor azt mondta, hogy nézzük meg, hogy van egy ilyen mTOR nevű kapcsoló. Ha azt felpattintjuk egyébként, akkor ugye, mint a csillagkapu, tehát gyakorlatilag mindenféle baj forrása, ezért amennyit csak lehet, kapcsoljuk le ezt a nyomorultat, és akkor ha benne vagy, innen menjünk tovább, mert innen jön akár a Walter Longo-féle félreértelmezés, vagy a David Sinclair-féle félreértelmezés, amivel nekem azért van mindig gondom, mert tényleg ez a két egyébként jó nevű kutató, az első Sinclair ugye ő magyar származású, ezt kevesen tudják, és tudtam, most az ő dédapja rendezte a Meseautó című filmet. Jó, jelzíten, jó, hát oké. Tehát ezek ilyen triviákkal tele vagyok, ismersz. Szóval, hogy az az érdekes, hogy két olyan paliról beszélünk, hogy őket betekernénk vizes papírba, kisebb bírnának jönni belőle. Tehát, hogy egy kicsit nehéz elképzelni, hogy ők látnak-e bármit az izomfejlesztésben, vagy az izom mint aktív metabolikus szövetnek az úgynevezett öregedés gátló hatására. Tehát ugye van ez az mTOR, akkor kezdjük onnan, hogy van ez az mTOR, ez mit jelent, Máté? Az mTOR az egy, hát úgy szoktam magyarázni, hogy ez egy olyan molekuláris szenzor a szervezetünkbe, ami mindig megkérdezi a sejtő, hogy hogy vagyunk. A sejt mindig megkérdezi, hogy hogy vagyunk, és ez az mTOR válaszol rá. A sejt szeretné tudni, hogy hogy van. Szeretné tudni, hogy alkalmas-e ő most növekedésre, fejlődésre, építkezésre, vagy éppenséggel le kéne bontani alkatrészeket, a sejt ezt önmagától nem tudja. És akkor van benne egy olyan multiszenzor komplex, aminek rengeteg bemenete van, érzékeli a sejtnek alapvetően az energiaellátottságát, és ebben különböző nutriensek különböző mértékkel szerepelnek. Érzékeli a sejtet érő pozitív, trofikus és negatív katabolikus hatásokat, tehát trofikus hatások, mint hormonális háttér, negatív hatások, mint stressz, gyulladások, elektrokémiai stressz, redox stressz, stb. Citokinek, fertőzések, stb. És akkor ez az összes bemenőjelet különböző súlyozás szint komparálja, és kiad egy választ,
Ami lehet az, hogy a sejt az autofágjába megy el, és szépen fölemészti saját magát, adott esetben nekrotikus állapotban, vagy az is lehet, hogy ő átmegy, hogy proteinszintézist fokoz, és beindít bizonyos olyan cellulális jelátvételi folyamatokat, amik általában a növekedéshez, a tárolási funkciókhoz, proliferáció, bocsánat, tehát a proliferáció, mond már magyarul, taporodás, hogy igen, vagy igen, oszlódás, vagy stb. Tehát a ciklus beindításhoz kell. Tehát gyakorlatilag feltesz egy kérdést, nőjünk vagy sem. Igen, ő válaszol. És hát itt ez kontextus függő, ugye, ahogy szoktuk mondani, tehát ez a növekedés lehet jó, tehát mondjuk kamaszkorban, gyerekkorban nyilvánvalóan hajrá, de ha mondjuk ez egy rákos elbúrjázás, akkor nyilvánvalóan ez a növekedés rossz, hiszen egy olyan jelet ad, ami ellen egyébként maga az onkológia, hát foggal körömmel küzd, világos. És ezt a kapcsolót egy csomó dolog bekapcsolja, ugye? Tehát, vagy kikapcsolja. Igen. Mondjuk bekapcsolja a fehérje, ezen belül a leucin. Tehát akkor logikusan hangzik, ugye Sinclair szerint, hogy hát küzdjünk a leucin ellen, mert ha a leucin nevű aminósor bekapcsolja, akkor hát ezt minimalizáljuk, könyörgöm, mert valami ilyeneket hoz ki általában, ugye a Sinclair doktor. Ugye a helyzet az, hogy akkor minden tápanyag bekapcsol valamilyen mértékben, tehát egy pohár sör is. Ha megeszel egy zsemlét, az is bekapcsolja, ő magában a glukóz bekapcsolja. Sőt, és az inzulin. Főleg igen, de ugye annak idején, de még a kreatin is egy nagyon sok tápanyag bekapcsolja, illetve inkább úgy mondom, hogy minden tápanyag bekapcsolja, csak az egyes tápanyagoknak a súlya más és más, és vannak ilyen tekintetben feltételezhető szuperkomponensek, amik nagyon-nagyon bekapcsolják. Például az van egy zsírsav, egy foszfatisav nevű zsírsav, típus, ami egészen, tehát 6-7-szeres aktivált, 6-7%-at tudja növelni az mTOR-nak az aktivációját. A leucin azért ennyit nem tud, de az a lényeg, hogy a különböző anyagok aktiválják, de tovább megyek, az edzésinger is aktiválja. Sőt, az edzésinger akár 8-48 órán keresztül aktivizálja az mTOR komplexet, ugye? Pontosan, és itt van és akkor epidemiológiai kutatásokból látjuk-e azt, hogy aki izmot növel, és most nyilván a naturál, tehát a normál edzőteremben járókra gondolunk, azok hamarabb halnak el meg, mint akik nem járnak edzőteremben. Tehát valójában nekem, mint a legyek magyarán. Igen. Lee Norton, akit én azért annyira nem szeretek, mert szerintem nagyon sok erős csúsztatása van, vagy legalábbis nem tudom, hogy vagy vele, én valahányszor kimondok valamit, azért mindig föntartom azt, hogy lehet, hogy tévedek, és mindig félek azoktól az emberektől, akik nem így tesznek. Igen. A Lén az nem ilyen, de mondjuk ezt jól gondolta. A Lén Ortonnak olvastam ezzel kapcsolatban érvelését, és ő azt mondta, hogy ez az mTOR, ez nyilván molekuláris értelemben és daganat viszonylatban értelmezve egyértelműen az mTOR aktiváció az összefügg a daganatoknak a kockázatával, neopláziás, összes neopláziás jelenséggel, ateroszklerózissal, inzulin rezisztencia kialakulásával, gyulladásoknak a fokozódásával, a májméreteddel, stb. Tehát, hogy egyébként nyugalomban ez a konstitutívan aktív, fokozott mTOR aktiváció, ez a rossz. De ezt ne keverjük össze azzal, amikor te terheled a szervezetedet, és az izomban terhelés hatására 24-48 órára megemelkedik a protein szintezis, ami hát részben az mTOR aktivációra hatása jön ki, bizonyos szövetekben. Ugye annak idején a Luc Falun csapata végzett vizsgálatokat arra vonatkozóan, hogy terhelés hatására az egyes szövetekben hogyan emelkedik a protein szintezis, és ezért az látható, hogy nyilván az izomzatban fokozódik, a ligamentumokban fokozódik, mint a vörös csontvelőben aerob terhelés hatására fokozódik, de azért alapvetően edzésadaptációs jelenségekről beszélünk. Itt egy összeállás, hogyha a hasármérjében fokozódik, meg mondjuk az intimádban fokozódik, vagy valami olyan helyen, ahol egyébként nem kéne proliferálni. Egészen más, hogyha az edzés inger hatására egy adaptív válasz alakul ki az izomzatodban, mert akkor nyilván egy olyan struktúra alakul ki az izomszövet, aminek van egy feladata. Meg egészen más, amikor valaki a fotelban ül, túltáplálja magát, konstitutívan aktiválja az mTOR-t, nincsen olyan szövet, ami egyébként ki kéne, hogy alakuljon, mert nincsen fizikai igénybevétel, tehát nincs stresszor, és akkor egész egyszerűen fokozza a daganatos burjázás kockázatát. De attól, hogy hozzá... Bocsánat, mondjad, bocsáss meg.
Hozzáteszem, hogy amikor én tumorbiológiát tanultam 20 éve ezelőtt, akkor kezdtem el, akkor már az ismert jelenség volt, hogy a napi borotválkozás fokozza a daganat kialakulását ezen a bőrfelületen, mert rendszeresen megsértem, ezáltal osztódással készítem a hámot, és ez a gyakori proliferációs inger, ez kedvez egyébként a daganatos elfolyásnak, és nekem emlékszem, annak egy Rész Gábor tanára azt mondta, hogy vigyázzak, hogy mit kenek a pofámra már, hogy milyen arc lesz, mert a sértés, meg a kémia hatás együttesen, az alkohol együttesen fokozza a daganatos elfolyás kockázatát. Hát, mint látod, megfogadtam a tanácsot. Itt ugye az az analógia, amit mondtál, tehát az emberünk, aki ül és nézi a tévét, és mondjuk eszi mellé a chipset, és aktív az mTOR, ugye talán azt is elmondhatjuk, hogy nála nem az edzéstől, ugye ez jól emlékszem, a RED1-es komplexet használja, mert ez egy mechanikai jel, nem a leucin miatt, mert nem a fehérjét tolja az arcába, ugye, tehát ez a másik, hanem akkor valószínűleg nála magas inzulin fogja majd beindítani, és ráadásul nála ez jellemzően nem egy akut módon rövid ideig bekapcsolódó IGF-1-es aktivizációt fog jelenteni, hanem a folyamatos magas inzulin folyamatosan magas mTOR aktivitást okoz, és talán ebben van az egyik nagy érdekessége ezeknek a kutatásoknak, hogy keverik az akut és krónikus mTOR aktivizációt, javíts majd ki, ha bármikor hülyeséget mondok, nem veszik figyelembe azt, hogy ezt melyik irányból céloztuk meg. Tehát, hogy az edzés, ami közben még miokineket termel és baromi jó, vagy az inzulin, ami direktben IGF-1-et fog majd aktivizálni, ugye ez az inzulinszerű növekedési faktor 1-est. Ugye ezek azért nagy különbségek, nem? Alapvetően, teljesen igazán alapvetően nagy különbség, ugye arról nem beszélve, hogy mondjuk, jó, tehát egy lépéssel visszamenve. Okay. Mindig föl kell tenni a kérdést, hogy mi a célom. Ezekben a vizsgálatokban a cél nyilván a daganatok csökkentése, élethossz növelése. Egyébként hozzáteszem, hogyha nekem egy célom lenne a daganatok csökkentése és az élethossz növelése, akkor a jó megoldás az lenne, hogyha választanék egy alacsony intenzitású, hosszútávú edzésmunkát, mint egy mondjuk egy hosszútávfutás, és mellé lennék nagyon-nagyon vékony, mert tartanék egy szikár izomzatot, nem nagyon foglalkoznék az anabolizmussal, mert az egyébként, és fáznék is, éheznék időnként, és az valószínűleg egyébként egy hosszú életet eredményez, amit láttunk is sokszor az őseinknél. Ugyanakkor azt is tegyük hozzá, hogy jelenleg nem ez a cél. Tehát, hogy vannak vágyaink, tehát szeretnénk izmosak lenni, szeretnénk fizikailag erősek lenni, szeretnénk jól kinézni, tehát van ennek ugye nyilván egy szociális meg szexuális kontextusa, szeretnénk jól érezni magunkat a bőrünkben, szeretnénk egyébként sportsikereket elérni, és már az is egy sportsiker, hogyha valaki bele tud swingelni a 80 kilóba, jól hallottam? Valami is. Tehát, hogy valami, igen, tehát szeretnénk ilyen kis, hogy úri húzottságokkal is foglalkozni, és ez az mi életünkben fontos. És ehhez viszont egyszerűen nem engedhetjük, hogy az mTOR az alacsony aktivitású legyen, mert a céljunkhoz képest túl nagy áldozat. Én ezt így kimerem mondani. A másik ugye, ezeknek a markereknek a modellekben, ahogy leírják, ott van egy nagyon jó mechanisztikus modellje ennek, hogy A molekula aktivál B molekulát, B molekula aktivál C molekulát, és ez downstream hogyan vezet növekedési ingerhez, a sejtciklusnak a diszpolációjához, stb. Csak azt ne felejtsük el, amit te is mondtál, hogy ez egy periódikusan bekövetkező, vagy egy konstitutívan, folyamatosan fennálló jelenség. És azért a sejtkommunikációban ennek óriási jelentősége van, hiszen ezt nagyon-nagyon régóta tudjuk, hogy egyébként egy csomó szervezetben lévő trofikus hormon esetében a pulzatilis aktiváció, tehát az impulzusokban jelentkező aktiváció az egészséges, előnyös és adaptív hatású, még a konstitutív akciváció gyakran teljesen ellentétes hatással rendelkezik. Uh-huh. Ugyanez a helyzet mondjuk a szénhidrátbevitellel és az inzulinnal kapcsolatban is. Tehát, hogyha valaki időről időre vízbe szénhidrátot, és időről időre ér el inzulin csúcsot, annak van egy trofikus hatása, van egy regeneratív hatása,
megtöltöd az izmokat glikogénnal, stb. Ennek van egy teljesen egészséges fiziológiás hatása, és nem okoz gondot. A probléma nem azzal van, hogy naponta kétszer, vagy naponta háromszor, rövid időre inzulin csúcsot érek el. A probléma azzal, ha én folyamatosan egy magas inzulin szint mellett élek. És igazából nem kell feltétlenül a nézőnek ismernie ezeket az S6K, meg ACT, meg nem tudom, eukaröti a iniciációs és elongációs faktoroknak a működését, ez teljesen egyszerűen belátható, hogy normál körülmények között a szervezet kap egy stresszt, megterheljük, éhezett, kifáradt. Ezután neki kell egy restauratív hatás, és ez a restauratív hatás a nagy mennyiségű tápanyag és kalória, ami óhatatlanul egyébként inzulin kiáramlást fog eredményezni, már hogyha normál tápanyagot visz be, és ez óhatatlanul meg fog emelni ezeknek a trofikus faktoroknak az aktivitását, és az mTOR-t is. És ennek nagyon örül a szervezet, mert ettől fogom helyreállítani a szöveteket, stb. De ez a hatás lecseng, és újra elérjük a baseline állapotot. Ez az ideális. Úgy az egész koncepcióban az a probléma, és ebben a Sinclairnek amúgy igaza van, hogy az autofágia az nélkülözhetetlen az integritásunk fenntartásához. Most lehet, hogy kínaiul beszélek, de ugye az, hogy a szervezet képes legyen a meghibásodott fehérjéket, sejtalkotókat lebontani, az autofágia az olyan a szervezetünkben, mint a cápa az óceánban, hogy megy és elpusztítja azt, ami beteg és rossz. És ez neki nagyon fontos feladata. Ha a sejtben nem pusztítjuk el, és nem építjük le a hibás mitokondriumokat, a hibás genetikai elemeket, a hibásan osztódott sejteket, a hibás fehérjéket. Ugye van ez az unfolding reakció, amiről hát lehet, hogy most nem is érdemes ilyen rövid idő beszélni, de amikor egy félét hibásan gyártunk le, akkor normál esetben ezt felismeri egy UFR nevű rendszer, az unfolding reaction nevű rendszer. Én látja, hogy ez egy hibás működésű fehérje, és valami gyorsan lebontja, mielőtt még szétkapja, mint majom a kakukksövet, mielőtt bajt okozna. Ehhez a szervezetnek képesnek lenni a katabolizmus, tehát a lebontás állapotára. Ha én folyamatosan, trofikusan ingerlem a sejtet, akkor erre nem lesz képes. Tehát ez a koncepciónak a legfontosabb eleme szerint. De ezért van a másik kapcsoló, nem? Tehát ezért van az AMPK. Így van. Igazából az a legfontosabb kérdés ebben, hogy a sejt vagy épül, vagy bomlik. Olyan szép lenne, ha kettőt egyszerre tudnám nagy hatékonysággal csinálni, tehát több lenne, ha én tudnám magamat bomlik trofikus faktorokkal, hogy fejlődjön az izomzatom, de közben semmi nem gátolná azt, hogy a hibás elemeket lebontsa. Ez nincsen. Tehát, hogy sajnos örök élet összesfegyő. Na de és akkor itt egy nagyon rövid kitérő csak arra, hogy ezért fontos például az időben korlátozott étkezés, mert ezt nagyjából megoldja ezt a problémát, mert hogyha legalább 12 órába sikerült beszorítani az étkezéseinket, és nem vagyunk durva kalória szuficitben, akkor gyakorlatilag az AMPK-nak be kell kapcsolnia. Tehát egy egészséges ember azért normális vércukorral és némi ketonnal ébred. Igen. Tehát ezt nagyjából elmondhatjuk, de... Így van. Nem tudjuk megkerülni, mert akartad mondani, ugye, tehát bűnösnek érezném magam, hogyha a Finis professzornak a nevét nem mondanál ki, mert úgyis ki fogod mondani. De ugye akkor ugye mondtad, hogy hozol egy esettanulmányt, vagy legalább egy olyat, ahol valaki félreértelmezte a saját kutatását legalábbis. Igen, és pont itt akartam én is átkötni, itt az mTOR, meg a intermittent fasting, meg a időben korlátozott étkezés kapcsán. Tekintve, hogy táplálkozás tudománnyal foglalkozunk, vagy azzal is foglalkozunk, hát óhatatlanul ez a koncepció, hogy TF, időben korlátozott étkezés, intermittent fasting, tehát hogy az éhezésnek a létjogos útsága, ez előkerül, és nagyon jó mosolygok azon, amikor neves tudósok rendszeresen konszenzus statementben leközlik, hogy igazság szerint, tehát tök mindegy, hogy milyen diétát folytatsz, a lényege a kalória megszorítás. És most például nagy tisztelője vagyok Askel Jökendruppnak, aki egy gyönyörű infografikát közölt le a különböző diétáknak az összefoglalójáról, és gyakorlatilag az volt a lényege,
hogy bármilyen diéta, ami eredményt vezet, az gyakorlatilag a csökkent energiabevitelen alapul. Mindegy, hogy ezt úgy éred el, hogy intermittentben éhezel, vagy időben korlátozottan, vagy alacsony színráta, vagy tök mindegy, ha kevesebbet teszel, fogyni fogsz. Egyrészt ugye nem igaz, másrészt, hogy ezek... Valamit hozzátehetek? Máté, bocsáss meg! Tehát ugye azt tényleg kimondhatjuk, hogy az egészségügyi hatások nagyjából 90%-a diétaváltásnak abból származik, hogy valahogy elértük, hogy kevesebbet eszik az emberünk, tehát hogy deficitbe került egy időre, szerintem ebben egyetértünk. Mondhatjuk azt, hogy nagyjából mindegy, hogyan kerül deficitbe, erről beszélünk, de mondom nagyjából, és erre én azt fűzném rá, hogy a fenntarthatóság szempontjából nem mindegy, mert azt látjuk, hogy ha tényleg nem veszük figyelembe, hogy hogyan, akkor részint a tápanyagok mennyisége az hiányozhat majd, tehát Twinkie diéta, másrészt pedig a fenntarthatósága lesz problémás, hiszen ha olyan a makrotápanyag összetétel, illetve inkább ultrafeldolgozott ételekre tervezzük az étrendünket, csak csökkentjük a kalóriát, akkor előbb-utóbb hát újra és újra visszaesünk. Nekem az a problémám ezekkel a vizsgálatokkal, hogy az egyetlen végpont, amit néznek, nagyon sokszor a fogyás. Igen, igen. Ez esztétikailag rendkívül fontos, de tehát az életem szempontjából nem biztos, hogy ez a kitüntetett cél. Tehát ugye például az éhezést tartalmazó diétás rendszerek, vagy az éhezést mimikáló diétás rendszerek, tehát a ketogén diéta, vagy a különböző korlátozott időablakos étkezéseknél, én azt gondolom, hogy a fogyás az csak az egyik cél, ha egyáltalán cél. A ketogén diétában nem biztos, hogy egyáltalán cél a fogyás elérése. A másik cél pedig egy metabolikus egyensúlynak a megváltoztatása vagy visszaállítása. Vagy metabolikus rugalmasság visszaállítása egész pontosan, ami egyébként nálatok tök jól mérhető mondjuk egy respirációs kócienssel, nem? Így van, abszolút. Illetve ugye mondjuk például az autofágiának a megfelelő restaurációja, visszaállítása, ezeknek kellenének, hogy a fókuszpontban legyenek. Tehát, hogy amikor van egy kronikusan túltáplált, folyamatosan étkező Western diet alany, akkor nála nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogyha valahogyan elérem, hogy 3 hónapig egyen keveset, akkor lefogyott 5 kilót, lepublikálom, tök jó útjára engem is vissza fog hízni, hiszen egyébként a metabolikus flexibilitása nem jó, az inzulinérzékenysége nem lett annyival jobb, a keringési kapacitása nem lett annyival jobb, a gyulladásaim nem csökkentek, aludni továbbra sem tud, vérnyomásom még mindig magas, tehát hogy nem biztos, hogy ezek a jó koncepciók. Uh-huh. És például azt látom, hogy ezek ezekben a diskurzusokban ez teljesen kimond, és abszolút csak a fogyásra összpontosítanak, mint hogyha fitness modelleknek készülnek. És még csak, bocsánat, még azt sem figyelik nagyon sokszor, hogy ez a fogyás, ez gyakorlatilag zsírból, tehát testzsírból, vagy vázizomzatból történt, amire ugye látunk egy csomó adatot, hogy az inzulin rezisztensek, azok szignifikánsan többet fognak veszíteni egy kalóriadeficites helyzetben vázizomzatból, mint a nem inzulinrezisztens csoport. És az rosszat fog tenni a későbbi inzulinrezisztensségüknek, hát úgyhogy ezek körben. Tehát, hogy ez egy tipikus példa arra, hogy hogyan lehet félreértelmezni egy kutatást. Egy másik tipikus példa, és az a jó, hogy erre több tudós, például Stuart Phillips rengeteg, hogy mondjam, kitűnő példát szolgáltat, hogy hogyan lehet félreértelmezni a saját kutatásunkat. Ezekben érdemes itt legalább, hogy mondjam, metódus szinten belemenni, vagy példák szintjén belemenni. Ugye nyilván szeretnénk tudni azt, hogy mi az ideális étre, nyilván szeretnénk tudni, mennyi fehérjét kéne bevinni, milyen gyakran kéne étkezni. Tehát olyan jó lenne, ha lenne egy pár kutatás, ami tisztán leve, tehát egyértelmű fölöpöket ver le a homokba, hogy akkor hogyan kéne közlekedni. A rossz hír az, hogy nincs, de nézzük meg, hogy miért. Ugye hogyan lehet, hányféleképpen lehet elrontani? Ugye emlékszem arra, amikor a napi javasolt fehérjebevitel kérdését kezdték el vizsgálni, mondjuk főleg sportolóknál, hogy a legelső tudományos javaslatok egyébként 0,37 g per testtömeg kilogrammtól indultak, ami valami horrorisztikusan alacsony mennyiség, és itt egy méréstani hibát vétettek, nézték
az alanyoknak a fehérje vitelét és a fehérje vesztését, és egész egyszerűen nem minden forrást vettek figyelembe, tehát nem figyelték azt, hogy például a bőrön keresztül is veszítünk fehérjét, hiszen lehámlik a bőrünk, és ez a karotinocitek sok fehérjét tartalmazza, és nem jó mérték a székletnek és a vizetnek a fehérjét tartalmát. Na akkor ezt korrigálták, utána kijöttek ilyen 0,6 meg 0,8 gram per testüveg kilogrammos eredmények, mert ők arra alapoztak, és itt nagyon jól látszik a koncepcionális tévedés, azt vizsgálták, hogy mi az a fehérje mennyiség, ami ahhoz szükséges, hogy a sportoló fehérje egyensúlyba kerüljön, magyarul se ne épüljön, se ne bomoljon. Ez valóban elegendő 0,80, nem tudom, valahány gram per testüveg kilogramm fehérje, de ez-e a célja a sportolónak? Tehát az-e a célja a sportolónak, hogy edzek és ne történjen semmi? Hát több, mint valószínűleg nem. A sportolónak vannak céljai, mondjuk a regeneráció, meg a izomfejlődés, meg az izmoknak, az izületeknek az erősebb ételtétele, azt pedig nettó plusz pozitív proteinszintézist igényel, tehát fejlődni nem fogok tőle. Akkor utána jöttek azok a tudósok, akik megpróbálták megalapítani, hogy mondjuk akutan mennyi a fehérje igénye egy sportolónak, és ebben például szerintem Stuart Phipps alkotott elévülhetetlen érdemeket a saját kutatása félreértelmezésében. Ezt minden egyes előadásomon elmondom, annyira jó. Ő ugye azt vizsgálta, hogy az izomzat építése szempontjából egy sportolónak mi az akut fehérje igénye, és azt csinálta, hogy edzett rögbi, azt hiszem talán rögbi játékosok voltak, már nem emlékszem pontosan, bevitt ugye laborba, ahol egylábas lábnyújtógépen végeztek lábnyújtásokat, ugye azért, hogy teljesen standardizálják a körülményeket. És itt látszik, hogy a logika mögötte a maga szempontjából értelmes volt. Azt mondta, hogy végezzünk egylábas lábnyújtást, egy combfeszítést, és vegyünk biopsziát abból a combból, amit megfeszítettünk. Tehát, hogy igazából amit edzettél, azt nézett. Ráadásul ilyen nagyon profi nyomatékhatárolt gépen végezték ezt a gyakorlatot, hogy minden egyes sportoló tökéletesen azonos ismétlésszámot és azonos nyomaték mellett végezte. Egyébként ezek nem voltak magas ismétlésszámok, ilyen néhányszor 8 ismétlést hajtottak végre. A sportoló saját maga kontrollcsoportja volt ezzel, mert a... Igen, a kontrollcsoportja volt, egyébként ez önmagában megint egy jó koncept. Igen, abszolút, ez egy használható koncept. És azt csinálta, hogy kaptak egyszer 10 grammot, aztán 15 grammot, 20 grammot, 25-30 grammot, nem tudom, így mentek föl, és nézték, hogy hogy alakul a biopsziával vett izomszövetben az izomfehérje szintézise akutan. Egyébként egy tök logikus vizsgálat, és arra megállapításra jutott, hogy nagyjából 20-22, tehát hogy ugye, ahogy elkezded növelni a fehérje, tehát emelkedik a protein szintézis, és szépen végig. Hát ugye elakosodik itt a bána háta, és akkor ő arra jutott, hogy itt a nagyjából 20 gram fehérje bevitelnél testsúlytól függetlenül, ugye izgalmas koncepció. Tehát 50 kilós kislány, vagy 140 kilós súlyemelő, mindegy. 20 gram. Ez a lényeg, ez könnyen megegyezhető. Jeffrey Johnson, én ismert név tudod, mint azért, mint a végjátékban, szóval, tehát hogy ez egy jó megegyezhető szám, az arra jutott, hogy 20 gram körül van a maximuma az izomfehérje szintézésnek, és 40 gram fehérje jelentős mértékben nem növelte meg az izomfehérje szintézését. Ez publikált a számtalanszor, még akkor is tartott előadásokat, amikor már megcáfolták a kutatását, és ugye ez nagyon hosszú időre meghatározta a fehérjebevitellel kapcsolatos tudományos álláspontot, hiszen arra jutottak a szakemberek, hogyha egyszerre 20 gramot érdemes bevinni, amúgy meg nagyjából 3 óránként érdemes bevinni fehérjét, hát akkor úgy nagyságrendben naponta a 120 gram fehérjét lenne célszerű bevinni, és ez egy 70 kilós ember, mint a 1,456 gram per testtömeg kilogram, na ennyire van szükség a sportról. Ez a blödség 2-3 évtizedre beírta magát a tudományba. Mi követette a hibát a Philips? Egy edzett sportolóknál, akik egyébként mondjuk mint 4 órát edzettek teljes testedzés, ezért rögbi, tehát aki látott már rögbi edzések, akkor mondjam, pingpongolgatni lehet, de rögbizgetni nem. Tehát azok edzenek, a sport. Aki látott már rögbi edzést, tehát látod azt, hogy 100 kiló fölötti emberek a teljes izomtömegüket számtalan súlyterheléssel terhelik hosszú órán keresztül. Tehát egy elképesztő kötőszöveti stressz csinálnak, egy elképesztő metabolikus stressz,
egy hatalmas 50-60 kilós izomtömegben. Ha most gondold el, hogy ezt mennyire reprezentálja egy lábnak, mondjuk 480 kinyújtása, és ez az ember nem vette figyelembe azt, hogy beviszek a szervezetembe 20 g-ot, fehérjét, de igazából a izomfehérje szintézis igen csak a jobb combfeszítőben jelentkezik. Hát nyilvánvaló a jobb combfeszítő ellátására elegendő az a 20 g fehérje, de ha én az egész testemet megedzem, és minden egyes izomrostom éhesen dörömbölt kérem a fehérjét, az aminosavat, az nem lesz elegendő. Ez ott az egyik hiba. És hát a csontok, meg a, tehát hogy azért mindennek van fehérje igénye. Tehát ráadásul az ülve végzett gyakorlat volt, tehát gyakorlatilag a csontokra a piezoelektromos hatás nem érvényesült, csontokat nem értes lesz, hát de tovább megyek, ami, ezt még megbocsátottam neki. De volt egy másik dolog, amit szerintem nem lehet megbocsátani. Hogy ez a görbe, ez valóban elkezdett laposulni, de nem ment vízszintesbe. És ő azt mondta, hogy 40 g-ot már fölöslegesbe vinni a 20 g-hoz képest, hiszen gyakorlatilag inszignifikáns a növekmény. Kuka, gyakorlatilag. Ez az, hogy mindösszesen 5-8%-kal nőtt az izomfehérje szintézis 20 g-ról 40 g-ra. És akkor elgondolkoztam azon, hogy ő egy nagyon híres professzor. Rengeteget publikált, de életében soha nem sportolt. Olyan edze. Életében nem sportolt, és biztos vagyok benne, hogy nem tudja, hogy milyen meló harcolni 1%-ért. Nem 5-8%-ért, hanem 1%-ért. És egy olyan sport, vagy olyan versenyző, akinek az élete, az erő, a teljesítménye, vagy az izomtömege nem múlik, számára egy 5-8%-os extra izomfehérje szintézis az maga a világ. Tehát, hogy azért, mert a korábbi, mondjuk 0-ról 20 g-ra haladva 60%-ot, 80%-at nőtt a proteinszintézis, attól függetlenül az extra additív 5% igenis nagyon jelentős. És ezt látom nagyon sokszor ezekben a táplálkozási vizsgálatokban, hogy egyáltalán nem veszik tekintetbe a felhasználónak az igényét. Tehát az egy sportolónak nem az igénye, hogy gazdaságosá tegye a fehérjebevitelét, hanem hogy győz. És hogy maximalizálja. Hogy győzzön, hogy maximalizálja. De Máté, de hogyha mondjuk pusztán visszamegyünk egy picit, legyen egy ilyen evolúciós kitekintésre, tehát hogy gondolkozzunk egy picit, hogy az ősemberünk éppen lebunkózott egy mamutot, vagy mit tudom én, mi a bánatot, vágdossa fel, eszi meg éppen, ahol éri, és akkor hogy megáll, és azt mondja, hogy szerintem megvolt a 20 g fehérje. Tehát én azt gondolom, ez a két marék hús, ez szerintem rendben is lenne. Innentől kezdve már nincsen szignifikáns különbség, mondja az ősember, és hogy ott hagyja a dögöt, hogy ez mennyire reális. Tehát ugye erre mondja azt hiszem a Don Lehman doktor, ugye, aki tényleg a fehérje világszintű szakértő, és ő mondja azt, hogy hát 60-70 grammot simán per étkezés. Azt mondta, hogy nehéz megenni, tehát hogy nyilván nem könnyű megenni természetes forrásból, de azért egy erős sportonak nem lehetetlen. Hát főleg ugye itt felmerültek kérdések a fehérje emészhetőségével kapcsolatban, és arra is hallottunk, vagy olvastunk arról is eredményeket, hogy bizonyos mennyiség felett meg se tudjuk emészteni. Hát jelentem, mi végeztünk fehérje emésztési vizsgálatokat. Ezt akartam kiprovokálni. Igen, érzékeltem, köszönöm szépen, hogy az egy kedvenc vizsgálat, én például rajok a székletvizsgálatokért, sok időt töltesz a sportdiagnosztikában, akkor kialakul mindenkiből egy perverzió, bennem ez. A székletvizsgálat rendkívül hasznos, mert amúgy nem tudod megmondani, hogy mennyit tudod megemészteni a sportoló. Ugye itt is van a vizsgálatban egy nagyon komoly kérdés, azt látjuk, hogy mi volt a bevitele a sportolónak, de hogy ebből mi szívódott föl, azt nem látjuk, és az egyéni, ha emésztési hatékonyságban nagyon komoly különbségek vannak. Mi azt látjuk, hogy ez adaptálódik, tehát akinek tartósan magas a fehérjebevitele, ez adaptálódik, az emésztési hatékonyságot fokozódik, és hát volt olyan sportoló, akivel dolgoztunk, aki talán a világ egyik legnagyobb teljesítmény sportolója volt, most név nélkül, és több mint 8 óra masszív edzés ideje volt a hét minden napján, és ő neki a fehérje bevitele olyan magas volt, hogy a számot ki sem merem mondani, és én azt gondoltam... Rákérdezek, jó? Tehát mondjuk ugye 0,8-ról beszéltél.
gyakran beszélnek 1,5 gramról. Kettőről, és ott már kettő és fél, az már őrület. Mondjuk 5 gramnál több volt-e? Persze. Jó, oké, ennyit nem kérdezek többet, jó? Igen, ezt akarok tovább a licitben, de bőven több volt 5 grammnál. És első kilogram, csak hogy értsük. Első kilogramról beszélünk, női sportolóról beszélünk egyébként, és végeztünk székletvizsgálatot, és a nulla volt az emésztetlen fehérje. Egyébként javarészt marhahúsból vitte be ezt az őrületes mennyiséget, ami egyébként tudjuk, hogy lassan és nehezen emészthető. De ennek a sportonak volt évtizedes edzés múltja ilyen terhelési intenzitási szint mellett, és egész egyszerűen az emésztőrendszer adaptálódott, és most már azért nagyon sok kutatás mutatja azt, hogy bizony az emésztőrendszer ugyanúgy edzhető, mint bármilyen más szövetünk, és igenis alkalmazkodik a terheléshez. És ugye ezt tudjuk, hogy amikor a hús emésztetlen, nem tud megemészteni a hús, és az alsó bélszakaszokba kerül, akkor ki kell nyitni az ablakot éjszakára, mert ugye rothasztó folyamatok indulnak meg. Mert eljut a fermentációs fázisig gyakorlatilag a vastagbélben. Pontosan így van, és akkor flatulencia lesz, gázképződés lesz, és az erjesztő flóra. De hát ez a növényeknél is ugyanez van, szóval ne csináljuk úgy, mintha a növény nem erjedne a vastagbélben. Ja, így van, persze, de ugye a húsoknál ez előfordulhat. És én emlékszem arra, hogy amikor fiatal voltam, és elkezdtem magasabb fehérjebevitelre áttérni, ez egy állandó probléma volt, és aztán egyszer csak elmúlt. Uh-huh. És nem tudok másra gondolni, mint hogy a szervezet alkalmazkodott ehhez, és hogyha ha hasánmérjébehez alkalmazkodik, a transzporterek a bélfalban ehhez alkalmazkodnak, hogy a bélfalban található enteropeptidáz enzimeknek a mennyiség hatékossága megnő, meg tudod emészteni, föl tudod szívni a tápanyagot, akkor az alsó szakaszokra nem kerül be intakt tápanyag, nem indul be a rothasztó flóra, és nem fogod megtapasztani azokat a mellékhatásokat, amik egyébként más megtapasztal. Sőt, itt azért annyit hagyták hozzá, nekünk nagyon sokszor van olyan, hogy főleg női kliensek mondják, hogy nem tudnak emelni a hús mennyiségen, mert A, undorodnak a hústól, B, nem jól emésztik, és aztán mindig kiderül, hogy nagyon régóta nem ettek húst, és nyilvánvalóan a rendszer elszokott tőle, tehát például a gyomorsav termelésük közel sem optimális ehhez, és hát úgy nehéz ebből aminósavakat gyártani, ugye a húsból, tehát a fehérjéből, hogyha a gyomorsav az nem olyan mennyiségű. Ez életkoros változik, én ugye szoktam járni úgynevezett lépbőt táborokba, Dunabogdányba, ott nagyságrendszerűen 10-11 napig nem eszünk szilárd ételt, hanem ilyen lefajta teákat iszunk, csalántea, meg ilyen förmedvényeket, amik egyébként nagyon hasznosak, és ott ugye gyakorlatilag az egyik cél ennek, hogy le is álljon az emésztés és a hasánmérő funkciót, és beinduljon az autofágia, és kitisztul. Én esküszöm rá, nekem rettet, hogyha időm lenne, akkor hamarabb mennék lépő táborban, mint Bora Borára, ott mindig jobban érzem magam. De amikor visszajövök ebből a kúrából, akkor azért soha nem 11 napig tart nekem, hanem 2-2,5 vagy 3 hétig, mert nem tudok visszaállni a szilárd étkezésre, mert nem tud újraindulni az emésztésem egyből. És ez nem is baj, ez egy normális dolog, amikor én elkezdtem, ez 20 éves voltam, egy-két napon belül tökéletesen újraindult az emésztésem. Most van, hogy egy hét felvezetés szükséges ahhoz, hogy újrainduljon, előbb meg kell egyek egy fél tojást, de a fél tojás is úgy jutok el, hogy előtte megeszem egy-két napig egy fél almát, és akkor az a napi energiabevitelem a fél alma, és akkor az már nem diszkomfort, jön egy fél tojás, az diszkomfort, másnap már nem diszkomfort, és szépen lassan szoktatom vissza, és ahhoz, hogy egy teljes normális napi ételt meg tudok enni, az 3 hét kell. És ahogy idősödöm, egyre több. Tehát nyilvánvalóan a flexibilitásunk, az alkalmazkodó képességünk csökken, de ez nagyon jól mutatja egyébként, hogy a szervezetnek van egy ilyen hiszterézise, tehát nagyon számít az, hogy mihez szoktatod hozzá. Ugye a másik, amit még egyébként ilyen tipikus kutatási félreértelmezés példaként felhoznék, szintén Stuart professzorhoz fűződik, amikor mondjuk a HMB-nek a hatását vizsgálta, és én ezekről mindig írtam is neki, néha válaszolt. Nagy kedvence lehetsz akkor. Hát szerintem nem én vagyok a kiemelkedő, nem én vagyok a lélekállata, de az biztos, hogy a végén már nem válaszolt.
De például azt vizsgálta, csak ez egy tipikus módja annak, hogy hogyan értjük mi fél az eredményünket. Ő azt vizsgálta, hogy a HMB-nek van-e hatása az élsportban, és az volt a hipotézis, hogy ez a HMB az izomtömegnövelő. És egy nagyon egyszerű vizsgálat csinál, dupla placebo kontrollált vizsgálat. A sportolók edzés után kaptak HMB-t, 20 mg per testtömegkilogrammot, és egész egyszerűen nézte az erőt és az izomtömegnek a változását, nem tudom hány héten keresztül. Megállapította, hogy nem volt szignifikáns különbség a csoportok között, és a Twitteren úgy osztotta meg a cikkét, hogy utter waste of money. Magyarul tökéletes pénzkidobás az egész. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, ugye amit én írtam neki az az, hogy miért edzés után alkalmazva, hiszen ez egy regeneratív mágnes, amit edzés után egy órával alkalmazva, tehát már elment a vonat, amire föl tudnák jutni. Kettő. 20 mg per testtömeg kilogrammot alkalmazott, a szakirodalom mindenhol 40-48 mg-ot javasolt. Tehát a feledót javasolta. Három. A kontrollcsoport azonos étrendet követtek, és a kontrollcsoportnál nem volt jelentős izomtömeg növekedés. Magyarul, ha ott nem volt jelentős izomtömeg növekedés, akkor az edzés és az étrend valószínűleg önmagában ezt nem támogatta megfelelően. Mit várunk 2000 mg, tehát 2 g HMB-től, edzés után bevíve, hogy mit fog csinálni néhány hét alatt? Tehát ez egy nagyon jó példa arra, hogy simán le tudsz publikálni egy olyan vizsgálatot egy minőségi szaklapban, aminek a kivitelezése szakmailag tökéletes, a statisztikája szakmailag tökéletes. Meg is dicsérnek érte. Meg is dicsérnek érte, és mögé tudsz rakni egy olyan szerzőgárdát, hogy egy veretes tanulmány keletkezik belőle, és igazság szerint, és ami de ez még mindig megbocsátható lett volna, ami szerintem nem volt megbocsátható McCain Prof. esetében, a következtetés. Tehát ő nem azt mondta, hogy most már tudjuk, hogy 2 g HMB alkalmazása egy órával edzés után gyengén edzett sportoknál rossz étrendben nem növeli az időt. Vajon? Hanem azt mondta, hogy ez egy pénzkidobás. Igen, és egyébként ezt nagyon gyakran tapasztalom cikkekben, hogy a sok lehetséges peremfeltétel közül kiválasztanak egyet, ott nem találnak eredményt, és azt mondják, nincs hatás. Nincs hatás. Én előre azt gondolom, hogy dozimetria mérés vizsgálata nélkül ilyet nem mondhatsz. Tehát amíg nem vizsgáltad meg különböző dózisokban, nem mondhatsz. Egy. Kettő. Ha nem látok hatást az izomtömeg, az izomkeresztmetszet növekedésére, nem mondhatom, hogy nincs hatása. Mert nem vizsgáltam az összes lehetséges hatását. Tehát mondjam azt, hogy nem növeli a biceps vastagságát. És akkor korrekt vagyok. Ugye itt a Stuart Phillips esetében az egylábas fehérje vizsgálatoknál, ő neki azt kellett volna mondania, hogy azon sportolók esetében, akik naponta 4 percet edzenek jobb combra, azon sportolók esetében 20 g a napi javasolt fehérje után. Így van, így van. Tehát, hogy itt nagyon gyakran elkövetnek egy nagyon jelentős hibát, hogy egy partikulális eredményből extrapolálnak az összes lehetséges kimenetet. És ezt nála lényegesen nagyobb testek is megcsinálták, nem tudom, emlékszel a Cochrane analízis az omega 3 vizsgálatra. Azt hiszem, hogy pont Covid elején környékén publikálták, pont ráértem, jó megtrollkodni. A nézők kedvéért az egy olyan vizsgálat volt, ahol azt vizsgálta a Cochrane analízis, hogy az omega 3 bevitelnek van-e hatásra a szív- és érrendszeri kockázatra. Egy éven keresztül vizsgálták azokat az alanyokat, akik omega-3-at visznek be. Ez alatt azt értették, hogy a spektrum onnantól kezdve, hogy olyan margarint eszel, ami omega-3-on gyúsított, odáig, hogy napi 5 g omega-3. Tehát jól kontrollált volt mindenképpen. Mixelték egybe, tehát ez volt a kohorsz. Egy éven keresztül nézték a kardiovaszkuláris kimenetet. A kimenetet. Tehát, hogy volt-e event, tehát volt-e egy kardiovaszkuláris esemény, egy éven keresztül meg lett, hogy nagy csoporton, több tízezer csoporton nézték, és hogy ezt kontrollálták az előtte található historikus kimenetekkel, és ez alapján megállapították, hogy igazság szerint nincs eltérés a kockázat alakulásában. Írtam nekik egy levelet arról, hogy a hatás nagyság, tehát, hogy mit várunk,
egy év alatt, tehát hogy mondjuk valaki 39 évesen beláll ebbe a sztadiba, és 40 évesen száll ki belőle. És ette a margarint. Ette a margarint, vagy ette az x gramnyi, tehát hogy az, mert a szélső értékek. Igen, az a tolajat, így van. És hogy, de hogy, tehát, hogy mit várok esemény gyakoriságban egy év alatt, mondjuk egy 39 éves ember elkezd a legjobb minőségű lazatolajat szedni, tehát a szív- és érrendszeri rizikónak, a kialakulásnak, ez nem ez a lépték. Hát ilyen 20-30 év, az még az lenne a megfelelő lépték nagyjából, nem? Így van, és azon kívül ugye életviteli faktorokra nem volt korrelálva, tehát döbbentemre mondjuk ilyen, hogy dohányzás, vagy egyébként nem volt. Igen, és, de hogy alakult ennek a kommunikációra? Én az Indexről értesültem erről a cikkről, ahol megjelent ugye valami olyan fejszel, hogy vészkívás. Végre lehullott, tehát lerántották a leplet. A nagy halolaj bizniszről. Pontosan. A nagy halolaj biznisz most darabelő húlik, mert kiderült, hogy igazából tökéletesen fölösleges. És ha belegondolsz abba, a rengeteg ismeretre, a molekuláris szintű ismeretekre, amiket tudunk az omega-3-ról, a gyulladásban betöltött szerepéről, a metabolizmusáról, a membránfluiditásról, az ateroszklerózisban való részvételéről, stb. Ja, ez kuka, ez nincs is. Ez az egész, ez kamu, nincs, mert és aztán egyébként a szakmai társadalomnak egy évébe tellett, utána láttam később nagyon sok szakértő levél érkezett, és besültek lesz, hogy ki is publikálták őket, hogy tökéletesen ugyanezeket kérték rajtuk számon, és aztán megjelent egy komoly kritikája a Cochrane részéről, ahol ezt elismerték, hogy hát ja, igen, ezeket nem vizsgáltuk. Nincs ezzel baj, tehát ez egy teljesen értelmes kutatás, ha azt mondjuk, hogy megállapítottuk, hogy egészséges emberek számára az omega-3 tartalmú margarin fogyasztása egy éven belül nem okoz változást. Most már ezt is tudjuk. Jó, de ez nem hír. Figyelj, a székletlazító kupot nem a székletbe kell nyomni. Ugye? Tehát, hogy valakinek hasznos ez az információ. Lehet, hogy, ha ez normálisan van interpretálva, akkor igazából nem félrevezető. Ez azért félrevezető, mert nyomorult szerencsétlen egyszerű ember, aki ül otthon és próbál egészségesen, és próbál egy kicsit tovább élni, meg fölnevelni a gyerekeit, és eddig költötte a pénzét omega-3-ra, mert azt mondták neki, hogy ez jó, teljesen összezavarodik. Világos. És joggal. Igen, és joggal. Joggal. Máté, figyelj, másfél órát sikerült elbeszélnünk közel. Én ezért mondtam, hogy ez egy ilyen időkapu, ez a történet. Tehát, hogy így... És akkor mi még találkozunk a hétvégén is, ha jól látom. Tehát, hogy mi még megint megtrollkodjuk egymás előadását majd. Nem, ilyet sosem csinálnánk. De miután ez még a siófoki program előtt megy ki, majd akkor be is rakom a linkjét azok kedvéért, akik ugye edző kollégák nézik ezt, hogy jöjjenek Siófokra, mert ott két napon keresztül nagyon komoly előadások lesznek, például Máté is előadást tart majd, és tehát várunk jelentkezőket is, meg nézőket is, és aztán mi meg majd rendszeresen azt gondolom visszatérünk valamilyen témával, most éppen akkor a kutatások voltak, ami kapott egy Gellert, és már mTOR volt, aztán már fehérje, de nem baj, szerintem ez, tehát mi így szoktunk beszélgetni, hogy ilyen szabad asszociáció, azt gondolom. Azt szoktatjuk alapvetően focista nyelven szólva, igen. Igen. Ez a siófoki előadásod, az nekem nagyon emlékezetes volt, mert én akkor értettem meg a kacka működését. Emlékszem, amikor beültem az előadásodra, akkor nagyjából a 6.-7. percnél értettem meg, hogy tulajdonképpen miről is szól. A 8. percnél eldöntöttem, hogy veszek is egy ilyet. Rögtön rád is írtam egy SMS-t, hogy akkor akarok, aztán azóta a másodikat vettem meg, és minden nap használom, és tényleg, hogy mondjam, game changer volt ez a cuccat, imádom. És úgyhogy azt gondolom, hogy most a jelenlegi témántól elszakadva, én is publikálok, nyilván én is fogok baromságokat publikálni, meg én is fogok baromságokat mondani, majd ezeket mindig revidiálom. Egy biztos, hogy egy ilyen konferenciára, mint ez a Sioki jövő évvégi fitness konferencia, azért érdemes elmenni, mert időről az ember belefut olyan koncepcióba, ami meg tudja változtatni az életét.
jó irányba értelemszerűen. Én így jártam a te múltkori előadásod, de az azóta hálás, hogy érte. Figyelj, akkor csináljuk a következőt, ha benne vagy. A következő megbeszélésünk így, a többiek, mert ez egy valójában őszintén, ez egy baráti beszélgetés volt, mert többiek is megbeszélték. Tehát most ez hogy legyen a következő a kacuról. Mit szólsz hozzá? Oké? Teljesen. Akkor egy picit bemutatjuk a laikusoknak is, meg a szakembereknek is azt, hogy ez mire jó, mire használható, mi a hatásmechanizmusa, és egyáltalán mi a tudományos háttere, hát ha izgalmas, és akkor az a fajta elgondolás, az ami japán vudu, akkor ezt így le tudjuk ezt tudni majd. Benne vagy ebben? Az, hogy főleg azért, mert így, hogy így átléptem a 40-et, és az izleten is átlépték a 40-et, mert valószínűleg a Kortalan Podcastnek a hallgató, már csak a nevéből ítélve is lehet, hogy többen átlépték a 40-et. Ez úgy lesz hasznos, hogy először nem gondolt, hogy hasznos, ez egyszer csak bejött a krak, és lesz, hogy erre van szükséged. Uh-huh. Úgyhogy ne legyük le a poén, de jó, abszolút benne vagyok. Jó, jó. No, hát akkor itt én hivatalosan még te maradjál, hivatalosan elbúcsúzom most a nézőktől, tehát itt akkor lezárom a történetet. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok az egyórás podcastben, ami hát majdnem másfél lett, de ez egy ilyen történet, és akkor találkozunk Mátéval legközelebb kacu ügyben. Köszönöm, sziasztok!